Ha egy vezetőben áram folyik, akkor a vezető részecskéi akadályozzák az elektronok mozgását, az elektronok energiát veszítenek. Ez az energia, amivel fogja a vezeték belső energiáját, fel fog melegedni. Kísérleti összeállításban láthatjuk, szigetelő állványon egy vékony vezeték van, rátettünk egy papír lovast, egyenáramot fogunk belevezetni. Jól látható, hogy ahogy növeljük az áramerősséget, felmelegszik a vezeték. A kísérlet során azt is tapasztaltuk, hogy hő hatására megnyúlt a vezeték, nagyobb lett a belógása, és ahogy az áramot lekapcsoltuk, visszahűlt és ütni a feszes lett, mint kezdődő volt. A következő kísérletben ismét az áram hő, illetve fényhatását fogjuk megvizsgálni. Erre a gurkapálcára egy vékony rézdrótot tekercsentem föl, és ha ezt a gurkapálcára lehúzzuk, akkor egy spirális vezetéket fogunk kapni, hasonló van a villanykörtékben is. És ezt fogjuk most a szigetelő állványba befogni. Hát a szigetelő állvány közébe fogtuk a spirálisan föltekert vezetéket, és áramot fogunk belevezetni. Itt is látható, mint az előbb, hogy hő hatására ugye megnyúlt a vezeték, és látszik az, hogy nagyon szépen felízik a spirál. Előtte a vezetéken lévő szigetelő lakréteg égett le. A villanykörtét Edison fedezte fel, bár nagyon sok magyar szabadalom is kapcsolódik a villanykörtéhez. Például Bródy Imre volt az, aki szabadalmaztatta, hogy a villanykörte búráját kriptongázzal töltsék fel. Következő kísérletünkben egy vékony grafit vélemet fogunk áramot átvezetni, ugyanis az első kezdetleges izzóknál elszenesített bambuszrostokat használtak fényforrásnak. Jó látszott a kísérlet során, hogy a grafit elégett, ugyanis oxigén vette körül ezt a grafit belet, és ugye a levegő hatására az égés táplálja a levegő, és ezért elégett. Tehát a kezdetleges izzóknál ezeket a rostokat időközönként cserélni kellett. Az ecetes uborka is vezeti az áramot, hiszen ecetes lében van, ecetsavban a lében sav, ez azt jelenti, hogy szabadon mozgó ionokat is lehet találni ebből a vizes oldalon. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha egy ecetes uborkán keresztül fogunk áramot átvezetni. A korábbi kísérleteknél egyenáramot használtunk, most az ecetes uborkába hálózati feszültséget fogunk vezetni, 230 volt. Jó látni.